hiánypótó alkotás, könyv jelent meg Kölcsey Ferenc életéről. Adni öröm eszközparkját fejleszti a Csodavár egy nagyértékű adomány segítségével. Hagyományos karácsony, kántáltak, betlehemeztek és ehettek is a hétvégén a múzeumfaluban. Hiánypótó kötet jelent meg Kölcsey Ferenc életéről, koráról és munkásságáról, kiemelten a himnusz születéséről. A könyv célja, hogy a vármegye fiatalsága minél többet tudjon meg a reformkor kiemelkedő művészéről és politikusáról. Ezért a vármegye minden közkönyvtárában elérhető lesz a kötet, amelyek külön-külön, akár a himnuszföldje.hu oldalon is olvashatóak. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsey Televízió híradója. 12 tanulmány mutatja be egy kötet formájában Kölcsey életét és munkásságát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat gondozásában megjelent könyvet nagyrészt nyíregyházi tanárok írták. Színes képek és rengeteg információ az Ő értetek él című könyvben. Kölcsey Ferenc életével és kortársaival is foglalkozik a kötet. Olyan történeteket lehet benne olvasni, amelyek eddig kevésbé voltak ismertek. Például Kölcsey és Berzsenyi vitájával. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy bizony a régi időkben is az írók, költők elég erőteljesen, hogy úgy mondjam, meg tudtak haragudni egymásra, és például Berzsenyi Dániel, ez Balázs Géza írásából olvashatjuk, nagyon-nagyon megharagudott Kölcseyre, amiért megbírálta az ő munkásságát, és mindig viszont válaszolt, és hogy mai szóval éljünk, nem tudta ezt elegedni. Ugyanakkor új megközelítésű az, hogy például egy zenetörténész a zenei nyelvújításról ír a rendes nyelvújításhoz kapcsolva, hiszen Kölcsey életében zajlott ez a nagy reform, politikai vagy reform tevékenység, és ez egy új megvilágításba helyezi magát a Kölcsey, hogy mondjam, kontextusát, Kölcseynek a Kölcseyvel kapcsolatos tudni valókat. Például a 35 éves Kölcsey társaság is bemutatkozik. A sokszínű kötet sokféle szerzőműve, akiknek a fele a vármegyéhez kötődik, így igazán hiteles a könyv, amely tematikus ívet kapott. Egy filozófiai írással kezdődik, majd folyamatosan mutatja be Kölcsey életét és korát, szociológiai, politikai és irodalmi szempontból. A kötet a Kölcsey Ferenc öröksége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében című projekt részeként jelent meg. Pályázatot nyújtottunk be egy uniós programra, és ennek eredményeképpen nyílt lehetőségünk, hogy identitásfejlesztés című szóval a himnuszról is beszéljünk, a himnuszról is szóljunk. Ez médiakampány is kapcsolódott, illetve egy tanulmánykötet, amelynek a megjelenése alkalmából volt a mai sajtótájékoztatónk. Nagyon színvonalas és nagyon változatos tanulmánykötet, közkönyvtárban helyezzük el a kötetet. A vármegye minden közkönyvtárában elérhető a kötet, digitálisan pedig a himnuszföldje.hu oldalon olvashatóak a tanulmányok, hiszen a kötet célja az, hogy a vármegye fiatalsága minél többet tudjon meg a reformkor kiemelkedő művészéről és politikusáról. Mint minden évben, idén is összefoglaljuk azokat a vármegyei közélet szempontjából fontos történéseket, amelyek meghatározták a hátunk mögött hagyott évet. Így teszünk most is. A következő napokban egy-egy hónap eseményeiből készítünk összeállítást. Januárban közösen ünnepeltük a himnusz születésének 200. évfordulóját, és átadták a Nyírbogátot, Kislétát és Mária Pócsot az M3-as autópályával összekötő utat is. Újabb bér- és bérköltség támogatása pályázhattak januártól a vármegye vállalkozásai a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei paktumirodánál. A munkáltatók ezáltal úgy tarthattak meg, vagy vehettek fel újabb munkavállalókat, hogy jó részt pályázati forrásból tudták munkabérüket kifizetni. A mostani háborús válság közepette különösen jó hír lehet a megyei munkavállalóknak, hogy a megyei önkormányzat egy olyan programot tudott indítani ebben az évben, amely 6+3-as foglalkoztatási támogatást úgy nyújtani munkáltatóknak, munkavállalók megtartása, illetve új munkavállalók felvétele érdekében. Ez 100%-os intenzitású támogatás az első 6 hónapban az egész bért fizeti a program, a másik 3 hónapban pedig továbbfoglalkoztatási kötelezettség van a munkáltatóknál. 1 milliárdos keretösszeggel indul ez a program, már befogadjuk az előzetes jelentkezéseket, és rövidesen döntések is születnek ezekről a programokról. Idén is megrendezték a Donnál elesett, második magyar hadsereg tiszteletére indult emlékmenetet.
A szervező Honvédsuli Egyesület célja az volt, hogy a 200 kilométer gyalogszerrel megtevő emlékmenet fejet hajtson a háborús hősök előtt. 11. esztendeje hajtjuk végre ezt a menetet. Először rövid etápokban képzeltük el a menetet, majd későbbiekben kiderült, hogy a fiatalok, még a 7 éves és a 9 éves fiatalok is nagyon bírják ezt a menetet, úgyhogy így 200 kilométerre álmodtuk meg. Azért 200 kilométerre, mert ugye 2000 kilométerre van tőlünk a Donkanyar, illetve 200 kilométeres frontvonalat védtek a Don mentén a mi bakáink. Több mint 14 kilométer hosszan újult meg a Nyírbogátot, Kislétát, Máriapócsot és az M3-as autópályát összekötő út. A beruházás több ütemben összesen 1,1 milliárd forint ráfordításával valósult meg. Lázár János építési és közlekedési miniszter a Máriapócson tartott januári átadón hangsúlyozta, a következő években jelentős gazdasági fellendülés előtt áll az észak-kelet-magyarországi régió, éppen ezért folytatni kell a közúti és a vasúti fejlesztéseket. Van munkaerő, vannak emberek, akik dolgozni akarnak és tudnak, és van vállalkozói kedv is. Ezt az államnak, az országnak és a kormányzatnak infrastruktúrával ki kell szolgálnia, annak érdekében, hogy az itteni vállalkozások eredményéből egész Magyarország gyarapodhasson. Ennek jegyében vasúti és útfejlesztések következnek most néhány éven belül, néhány hónapon belül. Megkezdődik az M49-es építése egészen ki a határig, még 2023-ban. Az M3-ast ki fogjuk vinni Vásárosnaménynál, illetve Záhony irányába az országhatára, és a kormány elszánt abban, hogy Nyíregyházát és Debrecen direkt négysávos út, a négyes út négysávosításával kösse össze, valamint vannak olyan vasútvonalaink, például a 110-es vasútvonal Debrecen-Nyíregyháza és Záhony vonalon, amelynek a felújítás és megújítása elengedhetetlenül szükséges. Ez részben a teherforgalom miatt kiemelten fontos, részben pedig azért, mert a vállalatokat, gyárakat munkaerővel ki kell szolgálni, de legalább ennyire fontos, hogy az itt érő emberek könnyebben tudjanak eljutni a járási központokba, megyei nagyobb városokba, hogy igénybe vegyék a társadalmi szolgáltatásokat. Az az érdekünk és az a célunk, hogy most is a következő években megkönnyítsük az emberek mobilitását, ingázását, hogy az embereknek könnyebb legyen falun élni, és könnyebben tudjanak nagyobb városokban szolgáltatásokat igénybe venni. Január 22-én a Magyar Kultúra Napján Kölcsey Ferencre és a himnuszra emlékeztek Szatmárcsekén, azon a településen, ahol megszületett a nemzeti imádság. Az ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. Vannak művek, amelyek szerzőjük ismerete nélkül értelmezhetetlenek. Művek, amelyek a szerző értelmének szárnyalása, vagy érzelmeinek mélységei nélkül üresen konganak. Művek gyakran a magyar irodalom gyöngyszemei, melyet szerzőjük önmagából, öntestéből és szelleméből hív elő pennája segítségével. Versek, amelyekhöz vezető utat a költő elállja, és csak rajta keresztül férkőzhetünk a közelébe. Ő írja, ő verseli, ő üzeni nekünk. A himnusz nem ilyen. Mikor olvassuk, nem Kölcseit képzeljük magunk elé. Nem az ő személyes intését értjük a versszakok mögé. És bár a Jóistent szólítjuk meg, mikor hallgatjuk vagy énekeljük, mégsem ő tölti ki a képzeletünket. Nem a költő és nem a Jóisten alakja bontakozik ki a történelem gomolygásából, hanem az a rejtélyes, megragadhatatlan és behatárolhatatlan valami, amit magyarságnak, pontosabban magyar sorsnak és magyar géniusznak nevezhetünk. A szatmárcsekei ünnepséget megelőzően Nyíregyházán, a megyeházán tartottak megemlékezést. Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, egész éves eseménysorozattal ünneplik a himnusz 200 éves évfordulóját. Számos programmal készültünk, kiadványokkal, online térben, himnusz múzeummal, dokumentumfilmmel, kreatív dokumentumfilmmel, amely Kölcsey életéről szól, vetélkedőkkel, rendhagyó irodalmi órákkal, színdarabbal, számos olyan programmal, eseménnyel készülünk az emlékévre,
amely a Simulus születésének 200. évfordulója, amely a megye lakosságának érdeklődését felkeltheti, illetve hát népszerűsíti azt a üzenetet, amit számunkra Kölcsei jelent, még marketing kampányt is. Ez azt jelenti, hogy gigantplakátokat is helyezünk a megye főútjainál, bejáratánál, hogy emlékeztessük Magyarország közönségét, az ide látogatókat, hogy a Himnusz földjén járnak. A Négy szócskár üzenek című filmet, amely Kölcsei életét mutatja be Kántor István rendezésében, a Kölcsei Televízió is műsorra tűzte. Adni öröm címmel hirdetett kampányt a Csodavár Fejlesztő Központ és Játszóház. Az egyik legjelentősebb felajánlást két vállalkozás közösen adományozta az intézménynek. Az összeg az eszközpark fejlesztéséhez nyújt majd segítséget. A pedagógus közben nézi, és akkor a gyerek nézi a mesét, és hogyha nem koncentrál úgy, ahogy kell, akkor elkezd összeszűkülni a kép, vagy elkezd elhomályosodni a kép. Modern terápiás módszer a Nyíregyházi Csodavárban. A fejlesztő központként is működő intézményben idén közel 5000 gyermeket fogadtak. A hiánypótló foglalkozások, eszközök fejlesztésére Adni öröm címmel hirdetett kampányt a Csodavár. A magánszemélyek mellett cégek felajánlásait is várták. A Csodavár most már 12 éve működik. Tavaly évben több mint 4000 gyerek vett itt részt különböző foglalkozásokon, fejlesztéseken. Iszonyat mennyiségbe kopnak az eszközeink, maga az épület, önmagában ezt fenntartani és óriási kihívás, nem beszélve a rezsiről. Úgyhogy minden adomány, amit kapunk, az óriási lehetőség, segítség ahhoz, hogy talpon tudjunk maradni, azokat a fejlesztéseket, amiket mi végzünk, tudjuk folytatni, úgyhogy ez így a jövő évre nézve is egy olyan támogatás, amiből azt gondolom, hogy az eszközparkunk, meg hát itt a környezet, amivel ellátjuk a családokat, ez meg tud maradni azon a színvonalon, hogy mi szeretnénk látni. Az egyik legjelentősebb felajánlást két vállalkozás közösen tette a fejlesztőközpont számára. Mi a királyi vendéglátást és a Dohányvidám Parkot képviseljük most ebben a támogatásban. A Dohányvidám Park és a királyi vendéglátás mögött családok állnak, testvérpárok üzemeltetik mindkét céget, és számunkra mindig is fontos volt az, hogy támogassuk az elesetteket, azokat az embereknek, akik szükségben szenvednek esetleg, és dr. Úrik Attila, a polgármester urat kérdeztük meg ebben az évben, hogy tud-e esetleg olyan szervezetet, intézményt, aki támogatásra szorul. És akkor így jutottunk el a Csodavárig. A Csodavár hazánkban két helyszínen, Nyíregyházán és Budapesten működik. Az intézményben a születéstől az általános iskoláskor végéig végeznek korszerű terápiás fejlesztéseket a szakemberek. A foglalkozásokon és a speciális játszóházban az átlagos és az eltérő fejlődésmenetű gyerekek együttnevelése is zajlik. Évszázados karácsonyi szokásokat elevenítettek fel a hétvégén a Sóstói Múzeumfaluban. Kántáltak, betlehemeztek, és az ünnep ízeit is megkóstolhatták az érdeklődők. Ez volt a Múzeumfalu idei utolsó nagy rendezvénye. Szabad az Isten dicsérni! Szabad! Csordapásztorok, mi dőn Betlehembe csordát őriznek. Kántálók kérnek bebocsájtást egy szegény paraszti házba, ahol a karácsonyi környezetet a kornak megfelelően alakították ki. Fenyőfa helyett különböző termőágak, kereszt, kegykép, alma, dió és az asztal alá helyezett gazdálkodó eszközök adták a körítést az ünnepi hangulathoz, amely a múzeumpedagógus szerint nem is hasonlított a napjainkban megszokotthoz. Azt gondolom, hogy egészen másak voltak a karácsonyok. Ott igazából a közösségről, egymás kezének megfogásáról és egy nagyon csendes várakozásról beszélhetünk. Annak idején az öregek megszólták azokat, akik advent idején hangos szóval mulatoztak, vagy legalábbis megpróbálták még egy kicsikét ezt a vidám hangulatot megidézni vagy megtartani. És hát a várakozás, ők azt mondták, hogy ki kell, hogy suruljuk egymás lelkét egy picikét, hogy oda újra megszülethessen a megváltó. Ennek fényében nem a hatalmas nagy hangzavar és a sok-sok ajándékcsomag volt a lényeg, hanem az a bizonyos újjászületés és megszületés, amit minden évben újra és újra megidéztek, felidéztek, és azt gondolom, hogy a hit az áthatotta ezeket a napokat. Mi egy picikét megpróbáltuk ezt a csendes karácsonyi készülődést itt felidézni a Sóstói Múzeumfaluban.
A múzeumfalu református templomában egy betlehemes játékot is megtekinthettek az érdeklődők. Tisza Csabáról érkeztünk, Kárpátaljáról, és a meghívást, amit megkaptunk a hónap elején, nagy örömmel fogadtuk. A hagyomány nálunk az élő hagyomány, a betlehemezés, tehát nem igazán kell tanítani a gyerekeket erre, mert apáról, fiúra, fiúról, nagy testvére szállnak ezek a betlehemezési szokások, és nagy örömünkre szolgált, hogy meghívást kaptunk ide erre a mai napra, és hogy el tudtunk ide érkezni. Juhászik bajtásik, de lassan, lennél a szép nyájnál egyedül hagytatok. Juhásság, pásztorság, mennyei gazdagság, ó, de szép gazdagság. Izgalmas és mozgalmas félszezonra tekinthet vissza az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei igazgatósága. Három osztályban 107 csapat kezdte el, és ugyanennyi fejezte be az őszi idényt. Saját téli felkészülési tornát nem rendez az igazgatóság, az átigazolási időszak pedig január 15-én kezdődik. Hosszú volt, így jellemezte Vaka Árpád az augusztus közepén rajtoló és néhány elmaradt meccs pótlásával december elején záruló őszi idényt. A legfontosabb, hogy a három osztály hét csoportjában induló 107 együttes végigjátszotta a bajnokság első szakaszát. Bár a novemberi időjárás próbára tette a pálya karbantartókat, csak néhány meccset kellett későbbi időpontra tolni, és az izgalmak hiányára sem panaszkodhattak a szurkolók. Összességében, ahogy nézzük a különböző bajnokságainkat, azért szorosnak tekinthető a tabella a megyei első osztályban is, elől is, illetve hátul is. A megyei másodosztályban van olyan csoport, ahol meglépett egyesület, viszont van olyan, ahol olyan sűrű, hogy nem lehet tudni, hogy ki lesz a bajnok, vagy akár kinek kell tartani attól, hogy a következő évben a harmadosztályban szerepel. A megyei harmadosztályban pedig van egy olyan csoport, ahol az első 6-7 csapat között alig van különbség. Úgyhogy izgalmasan alakult az ősz. Bízunk benne, hogy sérülésmentesen megfelelően sikerül a téli felkészülés a csapatoknak, és tavasszal egy színvonalas tavaszi szezon fogunk majd produkálni. A téli időszakban a vármegyei igazgatóság nem rendez felkészülési tornákat, de segíti a teremben és a szabadban pályára lépő csapatokat. Mindenképpen fontos megemlíteni, hogy kizárólag azért nem rendezünk ilyen tornákat, tehát nem a mi égiszünk alatt megy, mert hogyha mi rendezzük, akkor bizonyos szabályokat be kell tartani, ami ugye a csapatoknak azért nehézség. Gondolok itt az érvényes versengedélyre, érvényes sportorvosira, adott esetben nem lehet próbajátékos, tehát azért nekünk meg van kötve a kezünk, viszont nem engedjük szabadjára a csapatokat. Ugye a legnagyobb megyében az egyik legnagyobb teremtornát, a Kósa János emléktornát ismét támogatjuk azzal, hogy játékvezetői küldést és játékvezetői működési díjakat átvállaljuk a háromnapos tornán. Ez szerintem azért nagy segítség a terem tornán résztvevő játékosoknak. És a műfős nagypályás tornát most Nyírbátori központtal szervezik meg, három helyszínen a megyébe, Gyulaházát, Csengerben és Nyírbátorban. Várhatóan egy olyan 90-100 mérkőzés lesz, és valamennyi mérkőzés a játékvezetői küldést, valamint a játékvezetői működési díj jelentős részét átvállalja az igazgatóság. Ez több millió forintos költség egyébként nekünk, de természetesen támogatjuk a csapataink téli felkészülését. A szabadtéri foci ugyan szünetel a vármegyében, de a labdarúgás egyik változatában, a futszálban még csak most indult el a szezon. Az NB3 regionális északkeleti csoport két hete indult el, most a harmadik fordulót rendezték a héten. Van, aki már játszott három mérkőzés, valaki csak most kapcsolódott be, de ez ilyenkor természetes. Ahogy említetted, ott most kezdődik a szezon, december, január, február, március közepéig igyekszünk lejátszani a mérkőzéseket. Három megyétől el fel ismét, tehát Hajdú, Borsod és Szabolcsi csapatok játszanak a regionális bajnokságba, valamint a múlt héten beindultak a tornák, a futszál utánpótlás tornarendszerű bajnokságainkba. Ugye a fiúknál 4 korosztályba, 13, 15, 17 és 19 éveseknek írtuk ki, a lányoknak 1 korosztályba, 17 éveseknek írtuk ki. Ott tornarendszerben vannak a pontvadászatok, tehát ha elmennek egy helyszín, akkor több mérkőzés játszanak a csapatok, de ők is, az utánpótlás gyerekek is, akik beneveztek, több mint 100 csapat nevezett ugye összesen az utánpótlás futszál tornákra, decemberben, januárban, februárban egyaránt fognak tétmérkőzéseket játszani. Mint az igazgató elmondta, decemberben játékvezetői tanfolyam indult, január közepén pedig kezdődik az átigazolási időszak. A bajnokság február utolsó hétvégéjén folytatódik a vármegyében. Győzelemmel zárta az évet a kisvárdai futballcsapat. Feckó Tamás együttese az NB1 17. fordulójában 4-0-ra verte az Újpestet. A forduló további eredményei a következők: Fehérvár FC, Paks 3-0,
DVTK MTK Budapest 3-3, Kecskemét DVSC 1-1, Ferencváros Zalaegerszeg 3-0 és Puskás Akadémia Mezőkövest 0-0. A tabella élén a 34 pontos Paks tölti a téli szünetet, megelőzve a 33 pontos Ferencvárost. A 14 pontos Kisvárda az utolsó helyen várja a tavaszi folytatást. Híradónk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főbb híreink még egyszer röviden. Hiánypótló kötet jelent meg Kölcsey Ferenc életéről, koráról és munkásságáról, kiemelten a himnusz születéséről. A könyv célja, hogy a vármegye fiatalsága minél többet tudjon meg a reformkor kiemelkedő művészéről és politikusáról. Ezért a vármegye minden közkönyvtárában elérhető lesz a kötet, amelyek külön-külön, akár a himnuszföldje.hu oldalon is olvashatóak. Adni öröm címmel hirdetett kampányt a Csodavár Fejlesztő Központ és Játszóház. Az egyik legjelentősebb felajánlást két vállalkozás közösen adományozta az intézménynek. Az összeg az eszközpark fejlesztéséhez nyújt majd segítséget. Évszázados karácsonyi szokásokat elevenítettek fel a hétvégén a Sóstói Múzeum faluban. Kántáltak, betlehemeztek és az ünnep ízeit is megkóstolhatták az érdeklődők. Ez volt a Múzeum falu idei utolsó nagy rendezvénye. Kedves nézőink, december 18-án hétfőn önök a Kölcsey Televízió híradóját látták, holnap is jelentkezünk majd friss hírekkel, addig is várjon önöket a weboldalunk, ahol újra megtekinthetik a most elhangzott tudósításokat, ha lemaradtak volna valamelyikről. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Hétfőn éjszaka borultékbolt mellett csapadékmentes időjárás várható, a hőmérséklet 0 plusz 2 fok között alakul. Kedden napközben marad a borongós, nem szeretem időjárás, a hőmérő higanyszála 6 fokig emelkedhet. Jelentősebb esőre csütörtökön lehet számítani, vasárnap szenteste pedig akár 12 fok is lehet, napközben